fertőtlenítés a Nyíregyházi Krudi gimnáziumban. Az EMMI országosan 58 intézményben rendelt el hasonló feladatokat. Újabb otthonteremtési kedvezmények, az új többgenerációs otthonok létrehozását is támogatja a kormány januártól. Hiteltörlesztési moratórium. 2021 nyaráig meghosszabbítják a koronavírus járvány miatt elrendelt szabályokat. A ma reggeli adatok szerint elhunyt 43 krónikus beteg és 2291 fővel emelkedett a beazonosított koronavírus fertőzöttek száma. Ezért nem csak a maszk viselése, hanem az esetleges gócpontok fertőtlenítése is fontos. Ez a Kölcsey Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! A Nyíregyházi Krudi Gyula gimnáziumban szerda reggel a Magyar Honvédség 16 katonája végzett fertőtlenítést több mint 5000 négyzetméteren alkoholbázisú vírusölőszerrel. Az intézmény összes belső helyiségét és eszközeit érintette a beavatkozás. A Magyar Honvédség emberei szeptember közepén így fertőtlenítették az egyik nyíregyházi idősek otthonát. Most hasonló eszközökkel az 5. Bocskai István lövészdandár katonáit is bevetették, akik egy gyors eligazítást követően elindultak az épületbe, hogy felvegyék a fertőtlenítéshez szükséges védőruházatot. A szakemberek szerda reggel a nyíregyházi Krúdi Gyula gimnáziumban teljesítettek szolgálatot. A Magyar Honvédség alapfeladatai közé tartozik Magyarország, a magyar emberek biztonságának a szavatolása, annak a növelése. Itt is egy ilyen példát láthatunk, ugyanis a koronavírus okozta járványhelyzet hatása miatt, például a mögöttünk lévő gimnáziumban is egy fertőtlenítési feladatot fogunk végrehajtani, annak érdekében, hogy az őszi szünet vége után a diákok, a tanárok egy biztonságosabb környezetben tudják folytatni tanulmányaikat. Ezért egy egészségügyi és 15 fertőtlenítő katona kézi permetezővel, magas alkoholtartalmú anyagokat használva fertőtlenítették az oktatási intézményt. Emellett országosan 57 olyan tanintézetben végeznek el hasonló feladatokat október 22-e és november 1-e között, ahol fertőzések voltak. Már tapasztalt katonák fognak ide érkezni, hiszen a koronavírus okozta veszélyhelyzet vonatkozásában már tavasszal végrehajtottak ilyen feladatokat, amikor is az idős otthonok fertőtlenítésében vettek részt, és többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében itt Nyíregyházán is hajtottak már végre ilyen feladatot. Az iskolákat az Emberi Erőforrások Minisztériuma választotta ki. Információink szerint a Krúdiban a nyári szünetről visszatérve 11 osztályban összesen 16 diák volt koronavírusos. Ezek az osztályok akkor karanténba kerültek, és digitális oktatást kaptak. Ma már csak 3 tünetmentes diák van otthon, így az őszi szünet után már a megszokott renddel folytatják a tanítást. A fertőtlenítés fontos a megelőzés szempontjából, hiszen folyamatosan emelkedik a fertőzöttek száma. A ma reggeli adatok szerint elhunyt 43 krónikus beteg, és 2291 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma. Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 47.257 fő, közülük 263-an vannak lélegeztetőgépen. Az igazolt koronavírusos fertőzöttek száma megyénkben jelenleg 3495 fő. 2021 nyaráig meghosszabbítják a koronavírus járvány miatt elrendelt hiteltörlesztési moratóriumot. A védett csoportoknak nem kell kérelmezni a fizetés felfüggesztését, az automatikusan a törvény erejétől hatályba lép. A járványhelyzet fokozódása és a válság elhúzódása miatt az eredetileg kihirdetett évvégi időpont helyett 2021 nyaráig meghosszabbodik a hiteltörlesztési moratórium határideje. A családtagokat is beleszámítva több mint 1 millió embert érint a hitelmoratórium, amely 400-450 milliárd forintot hagy átmenetileg a családoknál és a vállalkozásoknál. A gyerekeket nevelő családok, a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak a kedvezményezettek. Ezeknek a társadalmi csoportoknak semmit sem kell tenniük, ha nem akarnak fizetni, de külön jelezniük kell a bank felé, ha ennek ellenére törleszteni szeretnének. A vállalkozásoknak azonban kérelmeznie kell a hiteltörlesztési moratóriumot. Vállalkozás esetében nem automatikus a moratórium. Azon ügyfelek, akik pénzügyi nehézségek küzdenek, és szeretnének a moratórium részt venni, számukra be kell jelentkezni a moratóriumba. Tehát nekik fel kell keresni majd a bankot, és bejelentkezni, és megfelelően majd igazolni azt, hogy valóban rászorultak, és segítségre szorulnak.
A hitelmoratórium pénzügyi hatását komolyan befolyásolja, hogy mennyi van még hátra a hitel futamidejéből, hiszen arányaiban minél több idő telt el a hitel futamidejéből, annál kevesebb lesz a fennálló tartozás. Emiatt a törlesztő részletünk kamatrésze is egyre kevesebb, vagyis a moratórium alatt felhalmozódott kamatösszeg is kisebb lesz. Ez pedig még a futamidő kitolásának mértékét is befolyásolhatja. A jogszabály biztosítja, hogy az ügyfelek számára ne legyen terhesebb a hiteltörlesztés moratórium. Tehát önmagában az, hogy valaki hitel moratóriumban van, nem jelenthet törlesztési összegnövekedést. Kimondja a jogszabály, ez mind az első szakasz nem, de a második szakasz nem irányadó szabály, hogy a törlesztő részlet nem lehet magasabb, mint a moratórium előtti, tehát az eredeti szerződés szerint a törlesztő részlet, tehát ugyanannyi a havi törlesztő összeg az megegyezik a moratóriumot követően is, mint amit a felfüggesztést megelőzően. Bár a törlesztő részlet összege nem változhat, a hitelmoratórium időszaka alatt az ügyfelek tapasztalhatnak szerződésszerű változást, amelyet a változó kamatozás okoz. A bankok várhatóan novemberben és decemberben értesítik majd az ügyfeleket a hitelmoratórium első és második szakaszának eredményeiről. Azon ügyfelek, akiknek lezárult a hitelmoratórium, januárban kapnak felvilágosítást a szerződésükről. Január 1-től akár 10 millió forintos támogatást is kaphatnak a gyermekvállalás előtt álló vagy gyermeket nevelő fiatalok új, több generációs otthon létrehozására, jelentette be Novák Katalin. A családokért felelős miniszter elmondta, így a tetőtér beépítéséhez is igénybe vehető a családi otthon teremtési támogatás maximális összege. A politikus szerint gyakori élethelyzet, hogy a családi ház tetőterét beépíteni egy fiatal pár, hogy ott neveljék gyermekeiket. Ők egy gyermek vállalása vagy nevelése esetén 600 ezer forintot, két gyermek esetében 2,6 millió, három gyermek nevelése vagy vállalása esetén pedig 10 millió forintot vehetnek igénybe vissza nem fizetendő támogatásként. Komoly következményei lehetnek, ha gyógyszernek hiszük a beszedett étrend kiegészítőt, mivel ezeknek a készítményeknek a forgalomba hozatala nincs bevizsgáláshoz kötve, a hamisításuk is könnyebb. Idehaza egy program is segíti, hogy a fogyasztók csak garantált minőségű, eredeti termékhez jussanak hozzá. Évről évre elvégzik azt a felmérést, amelyben 18 és 30 év közötti internetező fiatalokat kérdeznek étrend kiegészítő fogyasztási szokásaikról. Az idei kutatás azt mutatja, hogy a megkérdezettek kétharmada már fogyasztott ilyen termékeket. A legtöbben tudják is, mik ezek, közel negyedük mégsem tud különbséget tenni az étrendkiegészítők és a gyógyszerek között. Az étrendkiegészítők, mint a nevükben is benne van, a hagyományos étrendkiegészítésére alkalmazható készítmények. Ezekben az étrendkiegészítőkben többnyire vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek szoktak lenni, illetve úgy fogalmaz a jogszabály, hogy táplálkozási vagy élettani hatással rendelkező anyagok is lehetnek benne. Ezek olyan készítmények, amelyeknél betegséget gyógyító vagy megelőző hatásra nem lehet hivatkozni. Vagyis nem lehet gyógyszerként kezelni őket. Ha mégis ezt tesszük és nem tapasztaljuk az utóbbiaknak tulajdonított hozadékokat, az negatív következménnyel fog járni. Nem csak ezen termék, hanem a gyógyszerekre is, arra a gyógyszertára nézve is, ahol ezt vásároltuk. Külsőre sem egyszerű különbséget tennünk köztük, ezek is leggyakrabban tabletták, kapszulák, cseppek formájában érhetők el a gyógyszerekéhez hasonló csomagolásban. Forgalomba hozásuk ugyanakkor nincs szigorú szabályokhoz kötve. Esetükben csak bejelentési kötelezettségük van az értékesítőknek. Így hamisításuk is egyszerűbb, amit az is elősegíthet, hogy sokszor nem a hagyományos értékesítési csatornákon keresztül árulják ezeket. A Silel minőségű termékek forgalomba kerülésének megakadályozása érdekében jött létre 2018-ban a Biztonságos Étrend Kiegészítő Program több szervezet együttműködésével. Olyan szabályrendszert alakítottunk ki, hogy gyógyszertárak csak olyan gyógyszer nagykereskedőtől vásárolhatnak étrendkiegészítőt, amelyek tudják garantálni azt, hogy ez a termék hamisításmentes. Abban a térben, ahol a betegek a gyógyszertárban tartózkodni szoktak, lehet látni egy olyan A4-es méretű lapon, egy zöld karikában, egy fehér háromszögben egy nagy zöld ébetűt, ami egyértelműen azt jelzi, hogy ezek a gyógyszertárak ebben a biztonságos étrendkiegészítő programban részt vesznek.
A hamisítás kockázatai, hogy épp az az anyag nincs benne a termékekben, amit hirdetnek, vagy nem tudják azt, amivel reklámozzák, továbbá, hogy tiltott anyagot tesznek beléjük. A kutatásból egyébként az is kiderült, hogy ezen készítmények fogyasztása az életkor növekedésével egyre gyakori, főleg a nők és a felsőfokú végzettségűek körében. A vásárlás legfőbb indokai pedig a táplálkozás kiegyensúlyozottabb tétele és az egészségmegőrzés immunerősítés. Ripül Róna József 160 alkotása tekinthető meg pár nap múlva Nyíregyházán. A József András Múzeum kiállítása során három teremben a művész mind a hat alkotói korszakát bemutatják. A látogatás regisztrációhoz kötött, amelyet már meg is tehetnek az érdeklődők. 1912-ben készült Ripül Róna József a Kaposvári Műterem című alkotása. Ez és több az ábrázolt helyszínen született festmény is látható 5 hónapon keresztül a Nyíregyházi József András Múzeumban. Az Édes Élet Tarkasága című tárlattal a művész teljes életművének bemutatására törekedtek. Riprónainak 6 alkotói korszaka van, mind a 6 korszakot festményei, grafikái által be tudjuk mutatni. Ezt az ország magángyűjtőitől sikerült a műalkotásokat beszerezni. Legtöbb kép Antal Rusztik gyűjteményéből került hozzánk, mint magángyűjtő, de a múzeumok tekintetében pedig a Szépművészeti Múzeum, az ENSZ Múzeum, és természetesen a Kaposvári Riprónai Múzeum is, aki szép számmal adott festményt, és így alakult ki ez a gyönyörű szép kiállítás. A jövő szerdán megnyíló kiállítás több mint egy éve szervezik. Végül 160 alkotást sikerült a városba hozni Budapest mellett, például Kaposvárról, Salgótarjánból és Székesfehérvárról. Ezeken keresztül ismerhetjük meg a magyar festőművészet első modern mesterének színes és változatos világát, többek között posztimpresszionista és szecesszió stílusban. Ettől a tárlattól is azt várják, hogy sok látogatót vonzon a múzeumba és a városba. Mivel lehet behozni, különösen a fiatalokat, a diákokat is? Hát egy unikális olyan festménykiállításokkal például, ami a magyar nagyfestők életműveit mutatja be. Ilyen volt ugye a Munkács 50, mondjuk előtt kezdődött a Szeúzókincsekkel, aztán jött a Szinyei Merse kiállítás, közben volt a Jégkorszak és egyéb más nagyon érdekes kiállítások is, most pedig a Riprónai. Ehhez az infrastruktúrális hátteret is megteremtették. A régészeti raktár helyén egy 240 négyzetméteres kiállítótermet alakítottak ki, amely a két korábbi együttes méretét is felülmúlja. A március végéig látogatható kiállítás biztosítási értéke mintegy 4 milliárd forint. Ideje alatt pedig fokozottan figyelnek a biztonságra. Egy teremben egy időben legfeljebb 25 ember tartózkodhat, a tárlatvezetések között pedig szellőztetést végeznek. Az érdeklődők egy internetes felületen regisztrálhatnak, ezt több mint 300-an már meg is tették. A festmények mellett pedig emléktárgyakat is megtekinthetnek és vásárolhatnak, a képeslapoktól kezdve a kulcstartókon át az egérpadokig. A szeptember-november közötti időszak tökéletesen alkalmas a madárodók kihelyezésére, mert ezáltal nem csak a költési, de a telelési időszakban is használják azokat az állatok. Az etetés még korai, hiszen nem álltak be a fagyok, természetes módon is elegendő táplálékhoz jutnak a madarak. A legtöbb kertes házban élő számára nem is kérdés, hogy télen gondoskodik az itt telelő madarakról. Odukat, etetőket helyeznek ki segítve a hideg időszak átvészelését. Ezek a madarak egyébként is bokroknak, fáknak a terméseiből jócskán tudnak táplálkozni. Tehát a cimegék például ugye nyáron rovarevők, télen viszont magevésre állnak át. Igazából a mi örömünket szolgálja, hogyha etetjük őket és közel csalogathatjuk őket. Egyébként megvannak őket etetés nélkül is. Ez lehet, hogy illúzió romboló. Én azt mondom, hogyha segíteni akarunk a madaraknak, akkor egyrészt mindenképpen az itatással foglalkozzunk. Persze nem az ilyen esős időben, hanem amikor tartó száraz fagyok vannak, vagy nyári nagy melegben, tehát egész évben lehet őket itatni. Ez sokkal fontosabb, mint a madáretetés. Az enyheteleknek köszönhetően a madáretetés kezdete kitulódhat akár decemberig is. A madárodúk kihelyezésére és tisztítására azonban alkalmas ez az időszak, hiszen időre van szükség ahhoz, hogy az állatok megszokják az általunk kihelyezett madárlakokat.
Nagyon fontos az, hogy már ilyenkor kirakjuk az odúinkat, hogy egész télen melegedő helynek, éjszakázó helynek tudják használni a cinegék őket, és ilyenkor, ha megszokják, akkor nagy valószínűséggel március közepe vége fele már fészekanyagot is fognak belehordani, és utána egész nyáron a kertünket tisztogathatják, tehát rengeteg rovart fognak meg. Különleges madarakat is megismerhetünk ilyenkor a megszokott rozsdafarkú és cinegefélék mellett, például az ilyenkor itt telelő királykákat is, amelyek Európa legkisebb termetű madarai. Fontos, hogy sós magvakat, füstöl dolgokat és kenyérféléket egyáltalán ne helyezzünk ki. A madárodúkat pedig évente legalább egyszer ki kell tisztítani. Megszerezte 5. bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának 5. fordulójában a budapesti Honvédot fogadták, és 178-ra verték ellenfelüket. Csiska János együttese szombaton Veszprémben lép pályára. A koronavírus járvány a Honvédot is elérte, így a fővárosiak csak az 5. fordulóban mutatkozhattak be a bajnokságban. A nyíregyházi meccs első negyedében fej-fej mellett haladtak a csapatok, 10 perc játék után 2 ponttal vezetett a házigazda. A második negyed is hasonlóan alakult, a Honvéd jól tartotta magát, így a nagy szünetre 5 pontos hazai vezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után kezdtek ellépni ellenfelüktől a cápák, a záró játékrész előtt már 12 ponttal vezetett Siska János együttese. A hátralévő időben csak a különbség volt a kérdéses, és az, hogy elérik-e a 100 pontot a hazaiak. Végül 22 ponttal győzött a házigazda, és a fiatal Demeter Ádám hármasának köszönhetően a 100 pont is összejött az 5. bajnoki győzelmüket begyűjtő nyíregyháziaknak. Demeter még a fiatalok, hadd dobjanak egy kosarat, meg is teszi Demeter Ádám, és jobban örül a nyíregyházi kispad, mint a győzelemnek. Én gratulálok mind a két csapatnak, hiszen egy pontgazda mérkőzést játszottunk, agresszív védekezéssel és gyors játékkal. Én úgy gondolom, hogy a Honvéd tényleg 3/4. partiba volt velünk, és utána tudtunk erőlétben szerintem is rutinban föléjük kerekedni. Az első fél évben nagyon nem voltam megelégedve a védekezésünkkel, 42 pontot kaptunk, az sok, az nem jellemző ránk. A második fél időben már kicsivel jobb volt, még mindig nem vagyunk elég agresszívak védekezésben, annak viszont örülök, hogy tudtunk végre 100 pontot dobni. A vendégek edzője elsősorban annak örült, hogy a 6 hetes kényszerszünet után végre meccset tudtak játszani, és egy ideig tartani tudták a lépést a hazaiakkal. Az első fél időben szerintem teljes mértékben egyenrangú ellenfelek voltunk, még a 3/4. közepéig, aztán utána kifogott rajtunk a zóna, meg elfáradtunk, úgyhogy azt mondom, hogy reális a különbség. Én a saját csapatom teljesítményét azt pozitívnak értékelem, megyünk tovább, aztán majd előbb-utóbb behozzuk magunkat. A találkozó legeredményesebb játékosa 23 játékperc alatt 29 pontig jutó Mohácsi Máté volt. Én sokkal többet kaptam attól, amit vártam, azért egy ilyen kényszerpihenő után nagyon jól bírták fizikailag, és ehhez egy jó dobóforma párosult, úgyhogy meg kellett küzdenünk a győzelemért. Nyilván kicsit irreális a vége, hogy közel, nem is tudom, 25 pont lett a vége, de ott egy kicsit kijött már a fizikális különbség, vagy talán a rutin, de nagyon jó a partiba voltak, és nagyon szép, jó kosárlabdát játszottak ők is, úgyhogy bízom benne, hogy sikeresek lesznek idén. A mi oldalunkon Janival teljesen egyetértek, kicsit kétarcú a dolog, nagyon örülök a 100 pontnak, végre egy jó dobóforma, hát a védekezés az nem volt az igazi, bár hozzáteszem, tényleg jól támadott a Honvéd. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a 100%-os Hübner Nyíregyháza Blue Sharks vezeti a szintén hibátlan Vasas Akadémia előtt. A kékcápák legközelebb szombaton Veszprémben lépnek pályára. Csütörtökön magyar kupa mérkőzés játszik a Nyíregyháza Spartacus. Gálhidi György együttese a legjobb 32 közé jutásért az NB1-es Paksot fogadja. A találkozó 12 óra 30 perckor kezdődik a Városi Stadionban. Mindkét ma játszó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futballcsapat bejutott a legjobb 32 közé a magyar kupában. Az NB1-es Kisvárda idegenben 1-0-ra verte az NB3-as Kecskemétet, a megyei első osztályú Tartva pedig hazai pályán 4-1-re győzte le a borsodi osztálytárs Felső Zsolcát. Híradunk végén zárásként érkezzenek kiemelt híreink újra röviden.
A Magyar Honvédség munkatársai fertőtlenítették szerdán a nyíregyházi Krúdy Gyula gimnázium épületét. Egy egészségügyi szakember és 15 fertőtlenítő katona kézi permetezővel magas alkoholtartalmú anyagokat használva dolgozott. Az EMMI országosan összesen 58 tanintézményt jelölt ki, ahol november 1-ig hasonló feladatokat végeznek a katonák. Ezekben az intézményekben korábban nagyobb számú koronavírus fertőzést regisztráltak. Információink szerint a Krúdyban a nyári szünetről visszaérkezve 11 osztályban összesen 16 diák volt koronavírusos. Január 1-től akár 10 millió forintos támogatást is kaphatnak a gyermekvállalás előtt álló vagy már gyermeket nevelő fiatalok új több generációs otthon létrehozására, jelentette be Novák Katalin, a családokért felelős miniszter, aki elmondta, így a tetőtér beépítéséhez is igénybe vehető a családi otthon teremtési támogatás maximális összege. Egy gyermek vállalása vagy nevelése esetén 600 ezer forintot, két gyermek esetében 2,6 millió, három gyermek nevelése vagy vállalása esetén pedig 10 millió forintot vehetnek igénybe vissza nem térítendő támogatásként. 2021 nyaráig meghosszabbítják a koronavírus járvány miatt elrendelt hiteltörlesztési moratóriumot. A védett csoportoknak nem kell kérelmezniük a fizetés felfüggesztését. Az automatikusan a törvény erejétől hatályba lép. A családtagokat is beleszámítva több mint 1 millió embert érint a hitelmoratórium, amely 400-450 milliárd forintot hagy átmenetileg a családoknál és a vállalkozásoknál. A gyereket nevelő családok, a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak a kedvezményezettek. Nekik semmit sem kell tenniük, ha nem akarnak fizetni, de azt jelezniük kell a bank felé, ha mégis törleszteni szeretnének. Október 28-án szerdán a Kölcsey Televízió híradóját látták, amellyel csütörtökön este is jelentkezünk. A most látott tudósításokért pedig, ha tehetik, látogassanak el weboldalunkra. Én minden kollégám nevében is köszönöm már a figyelmüket, viszontlátásra! Eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég. Párás lesz a levegő, éjszaka köd is képződhet. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 fok körül alakul. Holnap rövid napos időszakok mellett erősen felhős lesz az ég. Eső, zápor egyaránt várható. A nyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12-17 fok között alakul. A hét második felében a felhőzet lesz túlsúlyban, inkább csak rövid napos időszakok lehetnek, és elszórtan lehet eső, zápor. Vasárnapra azonban javul a helyzet, már hosszabb napos időszakok is lehetnek, és csapadék sem valószínű. A hőmérséklet alakulásában továbbra sem várható jelentős változás.